Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai videóban könyvespolcom kékborítós lakói közül mutatok be nektek néhányat. A zöldborítósokkal már találkozhattatok egy korábbi videóban, ehhez hasonlóan ma is 6 könyvet fogok nektek bemutatni. Ebből 3 olyan lesz, amelyeket már olvastam, 3 pedig olyan, amelyeket még nem. Kezdjük az olvasottakkal. Ezek közül az első Eva Garcia Sáenz de Urtúri Vízáldozatok című kötete. Ezt a könyvet néhány videóban már láthattátok, mert sokszor említem a Fehérváros trilógiáját. Többek között a zöld borítósok között az utolsó részt mutattam be, ezért illendőnek éreztem ebben a videóban a kékek között a másodikat bemutatni. Mint tudjátok, nagyon szeretem ezt a sorozatot, így nem képez kivételt ebből a második rész sem. Bőven van benne gyilkosság, mindenhol van valami kis víz, van egy kis történelmi vonatkozás, tele van fordulattal, a szokásos módon szurkolhatunk Krakennek azért, hogy megtalálja ezt az elmebeteg elkövetőt, mindennek a tetejébe pedig még a párja Alva gyermeket is vár, így akár célpontok is lehetnek a gyilkosságokban, és még azért is izgulni kell, hogy vajon ennek a születendő gyereknek Kraken az apja vagy nem. Ahogy szoktam mondani, jó szívvel ajánlom a műfaj kedvelőinek ezt a történetet, nem teszek most sem másképp. A következő Alma Katsutól az éjség, ami egy szekér karaván útját követi nyomon, kifogyó készletekkel, és a címben is megjelölt éjséggel, minden egyéb nyomorral, ami egy ilyen úton az emberekre tud várni. Ennek tetejébe még egy kis misztikum, egy boszorkánynak tartott karavántag és része a történetnek. Én ettől nagyon sokat vártam, viszont egy picivel kevesebbet kaptam, mint amit szerettem volna, így 4 csillagra értékeltem végül a Mojon. Nem volt ez az igazi nagy hűha élményem, és valamiért én nagyobb horrort vártam ettől a könyvtől, mint amilyen lett belőle. Ennek ellenére a műfaj kedvelőinek ezt is jó szívvel tudom ajánlani, lehet, hogy csak engem nem talált el. Az utolsó olvasott könyv pedig Louise Hartól a Bradley az osztály réme. Ez egy ifjúsági történet, és nagyon régen olvastam még, én is az ifjúsági kötetek célközönsége voltam akkor, amikor ezt a könyvet a kezembe vettem. Ez az osztály réme fiúról szól, aki a legrosszabb gyerek a közösségben. Iskolapszichológushoz járatják, és ezáltal felderítenek olyan titkokat, belső motivációkat, amelyek hatására Bradleyből végül mégis egy szerethető gyerek válik. Egy nagyon kedves kis történet, és jó szívvel ajánlom kisiskoláskorú gyermekeknek. Ezután következzen az a 3 kötet, amelyek itt várják a sorukat a polcomon. Az egyik Karinti Frigyestől a Karácsonyi Társasjáték. Karintiról nekem az iskolai tanulmányaim alatt olvasott Tanár úr kérem, és így írtok ti jutnak eszembe, illetve Kosztolányi Dezsőnek a Nyár című verse, amelyben Karintinek üzen a versben a kezdőbetűkkel, amelyeket összeolvasva, nem mondom ki, hogy mi a megfejtés, majd megnézitek. Ebben versek, novellák, egyéb szemelvények olvashatók Karintitől, ahogy a főszövegben olvastam. Biztos, hogy nagyon jó, mert annó mindkét kötetet szerettem tőle, amelyet az iskolás évek alatt olvastam. Valamiért még nem került sorra ennek az olvasása, de biztos vagyok benne, hogy idővel ezt is meg fogom nézni. A következő Steve Eltontől a Meg az ős cápa. Ennek a filmváltozatát láttam nem olyan nagyon régen, és meglepő módon tetszett, illetve nem is annyira meglepő módon, miután kiderült, hogy van belőle könyv is. Aki látta a filmet, az tudhatja, hogy a Megalodonnak elkeresztelt őscápa megtalálásán ügyködik egy kutatócsoport. Ezt szerintem kalandregényként lehetne apostrofálni. Így, hogy nagyjából ismerem a történetet, így nem teljesen igaz az, hogy nem tudom, hogy mit várjak tőle, mert természetesen tudom, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy a könyv és a film miben különbözik egymástól.
azt tudom, hogy szeretni fogom, ha a filmet szerettem. Utolsóként pedig Karin Slaughtertől az Azt hittem ismerlek című kötetet hoztam. Ez nem része a már korábbi videóban bemutatott sorozatnak. Ez egy különálló kötet. Egy fiatal lányról szól, aki azt hitte, hogy az édesanyját, ahogy mindannyian a legjobban ismeri a világon, egy bevásárló központbeli lövöldözés során derül ki, hogy az édesanyjának egy eltitkolt múltja is van. Nagyon izgalmasan hangzik. Nem tudom, hogy mikor fogok rá sort keríteni, de ezután tényleg kíváncsian várom. Majd amikor olvasom, hogy mi sül ki ebből a dologból, mi lehet az a titkos múlt, amit a saját lánya elől eltitkolt, a nevezett hölgy. Ennyi lett volna tehát a kékborítós kiadás. Ha bármelyik könyv ismerős a számotokra, írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek róla. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, terjesszétek az igét, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Thank you.